szeretettel és nagy tisztelettel, zárójelbe teszem hozzá, meg nagy irítséggel is. Én néhány véradást követően megálltam, és azóta én nem adtam vért, de mindig ilyenkor az éves rendezvény után elhatározom, hogy akkor jövőre ismételten folytatom. Remélem most már ezt elmondtam nyilvánosan, úgyhogy innentől kezdve talán szalonni lehet fogni. Egy furcsa, a hét, a vörös, kereteztem ezt a hetet a hivatalban, mert a hét valahol a Vöröskereszttel kezdődött a szociális terület, vagy a Vöröskereszt szociális tevékenységével, és a hét legalábbis ami a munkanapokat illeti, szintén a Vöröskereszttel zárul ezúttal egy egészségügyi, vagy a Vöröskereszt egészségügyi tevékenységével kapcsolatosan. Én először is szeretném nekik megköszönni azt a fantasztikus munkát, amit ők végeznek évtizedek óta itt a városban és az országban. Én azt gondolom, hogy nélkülük itt nagyon komoly, igazgatóasszony az előbb említette, hogy mit jelent maga a véradás, hogy ez mit jelent értékben, mit jelent segítségnyújtásban, mit jelent emberéletben. Szóval, hogyha nem lenne a Vöröskereszt maga a professzionális szervezetével, a sok önkéntes szervezőjével, aktivistájával, akkor nyilvánvalóan ez nem sikerülne.